A környezetvédelme kiemelten fontos, és erről nem csak beszélni kell, hanem tenni is érte, mondta Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a Föld napján tartott sajtótájékoztatón. A honatja bejelentette, a Fidesz-KDNP képviselői éppen ezért csatlakoznak a jövő heti 4 napos Teszed akcióhoz, amelynek fontos célja az illegális hulladéklerakók felszámolása, és emellett közösségformáló szerepe is van. Közéleti szereplő számára, vagy egy közéleti csapat számára a zöld gondolkodás az kétirányú lehet. Egyrészt, hogy tényleg vigyázunk a környezetünk védelmére, hiszen nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk és milyen képet mutatunk magunkról. Másrészt pedig a döntéseinkben is ez meg kell, hogy nyilvánuljon. Ezért is kezdeményeztük a mostani költségvetésnél egy olyan elektromos töltőpont létrehozását a városban, ahol elektromos autók föltöltésére nyílik majd lehetőség. Nyitrai Zsolt kiemelte, tavaly a Teszed akcióban országszerte 170 ezer önkéntes dolgozott, több mint 1590 helyszínen. Hozzátette, 2014-ben 35 tonna hulladékot gyűjtöttek össze Egerben. Arra buzdította a megye közéleti szereplőit, polgármestereket, képviselőket, hivatali dolgozókat és civil szervezeteket, vegyenek részt a kezdeményezésben, tegyenek közösen a Zöld Egerért, a Tiszta Heves megyéért.